Sziasztok! Mai témánk egy a gokartozáshoz köthető probléma megoldásáról fog szólni. Adott a Micron 5-ös műszer, amit főként a gokartozáshoz használunk, illetve adott annak az aksia, aminél nekem még sosem sikerült letörni a fülét, viszont vannak olyan erős kezűek, akik ezt meg tudják tenni. És ezáltal az akkumulátor gyakorlatilag az egy csavaros rögzítés miatt viszonylag használhatatlanná válik, és az alternatív megoldás jelenleg az, hogy mondjuk 70 euróért veszel egy másik akkumulátort. Egy kis ötletszerzés és azt a saját megoldásra optimalizálás után megszületett az én megoldásom. Nézzük, hogy hogy néz ez ki. Szóval a megoldás ott kezdődik, hogy először is az ötletet papírra vetjük. Ezután a szükséges méreteket lemérjük. Aztán 3D tervező szoftver segítségével megalkotjuk a modellt. A szeletelő szoftver segítségével számos paramétert beállítva elkészül a modellnek a G-kódja. És kinyomtatjuk. Ezután veszünk hozzá egy zacskó csavart, és már használható is az eddig használhatatlan ilyen formájában. Ha neked is van törött akkumulátorod, akkor a videó alatti leírásban található e-mail címen vedd fel velünk a kapcsolatot, és ha vettél már másik akkumulátort, akkor van egy pótakkumulátorod hozzá. Nem kell mindig azon aggódni, hogy föl van töltve, vagy nincs föl töltve, az egyik biztos, hogy működni fog. Érdekes volt? Akkor ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni sem, mind a kettővel nagyon sokat segítetek, ha pedig még meg is osztjátok, akkor azt külön megköszönöm. Sziasztok!